tízekre hatással van a hold. Az ember testének 70%-a víz. Tehát a hatások között, amik ezt létrehozzák. Biztos, hogy szerepe lehet a gravitációnak is, ugyanúgy, ahogy más élő lényeknek. Igen. Érdekes gondolatmenet. Mintha a holdnak csak a vizekre lenne hatása. A helyzet korán sem ilyen egyszerű. Kezdjük azzal, hogy mi földiek mindig ugyanazt az oldalát látjuk. Sokak szerint ez nem véletlen, ők sokáig az égitest forgását megállító, rejtőzködő UFO-kra gyanakodtak. Aztán elkészültek ezek a felvételek a túloldalról, nincs ott semmi különös. Szóval azért látjuk mindig ugyanazt a holdból, mert szinkronban forog a Földdel. Korábban, néhány évmilliárddal ezelőtt ez még nem így volt, az árapályhatás szinkronizálta a mozgást. Szinkron lett a mozgása, tehát ugyanannyi idő alatt fordul meg a tengelye körül, mint ahány a Földet megkerüli. Ugyanez érvényes a többi holdra is, tehát a Jupiter és a Saturnus holdja esetében ugyanez a helyzet. Íme a Föld és a Hold viszonya nem rendkívüli. A tömegvonzásból kell kiindulnunk, amely nyilvánvalóan jobban hat a Föld Hold felé fordított részére, mint az ellentétes oldalára. A dagályt hozó úgynevezett árapálypúp ugyanakkor mindkét oldalon kialakul, az ellentétesen éppen a tömegvonzás hiánya miatt. A rájuk merőleges régiókban lesz apály, ilyenek a fizikai erőviszonyok, ez az árapály hatás. A legnagyobb, amikor nem is láthatjuk az égitestet új hold idején, a Föld együtt áll a holddal, sőt még a nappal is, és az égitestek gravitációs hatása összeadódik. A tenger víz naponta kétszer megemelkedik, illetve kétszer lesüllyed, tehát apály és dagály van, és a szilárd földkéreg nem teljesen rugalmas, és el tud mozdulni ugyanúgy. Leglátványosabb az árapály Kanada Atlanti-óceáni partjainál a Fundy-öbölben. Itt a vízszint akár 18 métert képes emelkedni néhány óra alatt. Például az Adrián csupán néhány 10 centit. Ahogy a tengervíz változik, úgy deformálódik a földkéreg is. Ezek egyedül a tudományosan megalapozott holdhatások. Persze ezek önmagukban is elég érdekesek. Gondoljanak csak bele, az, hogy a Föld forgása lelassult, azt jelenti, néhány milliárd éve még csupán 15 óra volt egy nap. 15 óráról fölment 24 órára, a hold mozgása a Föld forgását fékezi. Sokkal gyorsabban váltották egymást éjszakák és nappalok. A jövő, persze a távoli jövő, hogy a mostaninál is lassabban fogják. Néhány milliárd év múlva az árapály hatás miatt 40 órásra nyúlhat egyetlen földi nap hossza. Azt persze valószínűleg már nem érjük meg mi emberek, legalábbis nem ebben a naprendszerben. Addigra valószínűleg a napnak a fejlődése oda fog vezetni, hogy olyan nagy lesz a tömege, hogy el fogja nyelni előbb a Merkur, aztán a Vénusznak a pályáját is, és a földi élet lehetetlenné válik, lehet, hogy a Föld meg is semmisül. A különbség. Ennyire láttuk volna nagyobbnak a Földről a Holdat 2 milliárd évvel ezelőtt. Ennyit növekedett a két égitest távolsága azóta. A hatása megmaradt, állandóan alakítja a Föld felszínt. De hogy a rajta élőket alakítja-e, hogy közel lenne például a fogantatáshoz, az azért elég különösen.